A most következő videókban azért beszélek a gondolkodásmódokról, hogy képes légy felismerni a buktatókat, és jobb szintre tud hozni magadat. Légy szíves, te is ezzel a nézőponttal hallgasd őket. Semmiképpen nem az a cél, hogy lebecsüld magadat, vagy rosszul érezd magad, hanem hogy mostantól észrevedd a hibákat, a csapdákat, és sokkal okosabb lehess. Az emberekre négyféle fő gondolkodásmód jellemző. Azonosító, kategóriás, összehasonlító, vagy a fogalmi gondolkodás. Ezeket a megértési szinteket a meghatározások minősége eredményezi, amelyeket egy személy a szüleitől, a környezetétől és az iskolában tanult. Ezek párhuzamba állíthatók a butasággal, fafejűséggel, az átlagos gondolkodással, illetve jó esetben az ötletességgel, eszességgel, intelligenciával. Ezek a gondolkodásmódok, ezek az értelmi színvonalak alapvetően megszabják, hogy az illető mit képes megérteni és hogyan lehet vele megértetni új ismereteket. Ezekben különbözik egymástól a buta és az eszes tanuló, a segédmunkás és a mérnök. Az igazán zavaros, fafejű, nehéz felfogású ember azonosságokban gondolkodik. Azaz teljesen különböző dolgokat tekint egyformának. Neki a csira egyenlő csíra, az avar egyenlő haraszt, a hitel egyenlő kölcsön, a felemás egyenlő másfeles. A koncepció egy ruhafajta. Neki a tanul az bifláz, a házi feladat egyenlő kitolás, a tanár egyenlő ellenség, és minden tananyag egyenlő, mit tudom én? A segítségre szoruló tanuló ezen a szinten van az esetek túlnyomó többségében. Legalábbis azon a területen, ahol segíteni kell neki. Ha felolvasnád neki az odaillő jelentést a wikiszótár.hu szócikkéből, vagy ha lefordítanád neki egy jó angol értelmező szótárból, akkor könnyen lehet, hogy egy aha kíséretében a homlokához csapna, mert eddig nagyon félreértette a szót. Ő próbálja bemagolni az anyagot, próbál átmenni a vizsgán, de megértés hiány ez nem megy. Az sem segítene rajta, ha háromszor olvasná el az elsőre is érthetetlen tananyagot. Ő az, aki gyenge jegyekkel bukdácsol végig az iskolán. Ő az, aki elmaradozik, majd lemorzsolódik a tanfolyamról. Ő az, aki nem ért hozzá, és nem is érdekli. Többnyire nem is kérdez, nehogy kinevessék. Természetesen sok mindent elront, hiszen nem érti a lényeget. Nem tudja alkalmazni, amit tanul. Ha mégis muszáj csinálnia, akkor károkat fog okozni. Aki ennyire nem érti a szavakat, az meghatározásként teljesen elégedett egy rokonértelmű szóval, azaz egy újabb azonossággal. Ha megkérdezett tőle, hogy mi egy szó meghatározása, akkor egy rokonértelmű szóval felel. Például, mi egy szék? Hokedli. Tanuláskor kezdettnek ez nem rossz, de ő gyakran ezt a szinonimát sem érti teljesen. Fokozatok egész során kell átjuttatni, mire végül megérti a lényeget és használni is tudja. Ő csak az olyan kezdetleges szójegyzékeket kedveli, amelyeket ezen a dedós szinten írtak. Tehát maga a szótáríró sem értette a szó jelentését. Az idegen szavak szótárai és a kétnyelvű szótárak többnyire ilyen meghatározásokat tartalmaznak, hiszen ez is jobb, mint semmi. De ez csak a megértés legalacsonyabb szintje. Akármi egyenlő, akármi mással. Két-három szinoníma, azaz rokonértelmű szó még nem meghatározás. Ez még továbbra is csak két-három különböző dolog, amiket azonosnak tekintünk. És aki csak ilyen kezdetleges szótárakat használ, az sajnos le is ragad ezen a megértési szinten. Te választod meg, hogy milyen szótárban nézel utána. Ne hagyd magad becsapni. A meghatározásnak végig kell vinnie a megértés szintjeinek teljes során. Csak egy nagyon türelmes tanár, egy nagyon jó tankönyv, vagy egy ideális szócikk képes erre. Egy kicsit jobb megértési szint a kategórikus gondolkodás. Erről fogok beszélni a következő videóban.